Megérkeztek Litvániába az első német katonák, akik egy újonnan felállítandó dandárban szolgálnak majd, nagyjából 100 kilométerre az orosz határtól. A lépés történelmi. Németország először küld katonákat állandó külföldi állomáshelyre a II. Világháború vége óta. A tervek szerint 2027-ig összesen 5000 fő érkezik a NATO keleti szárnyának megerősítésére. A csapatok állomásosztatása várhatóan havi 30 millió euróba, azaz majdnem 12 milliárd forintba kerül majd Németországnak. Boris Pistorius német védelmi miniszter fontos lépésnek nevezte a katonák kiküldését, Oroszország viszont aggodalmát fejezte ki. Vlagyimir Putyin elnök szóvivője arról beszélt, hogy Moszkvának rendkívüli intézkedéseket kell majd meghoznia, hogy garantálja a biztonságát ebben az új, feszült és veszélyes helyzetben.